Sziasztok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Vadfotózás Lásbőr 24. részét látjátok, melyben 2023. július 17-i alkonyi vadfotózásomat mutatom be. Tartsatok velem! Mivel a 17-i fotózásom nem sikerült túlságosan jól, azért úgy döntöttem, hogy az 19-én megismétlem, de sajnos a 19-i fotózás is nagyon rövidre sikerült, ezért végül is úgy döntöttem, hogy a két napnak az eseményeit egy videóba fogom bemutatni. Jelenleg a 17-i felvételeket látjuk. A szarvasok viszonylag későn, sötétbe, de viszonylag hozzám közel jöttek ki az erdőből. Sajnos a szelem az nem volt túlságosan jó, és ezért nem volt lehetséges az, hogy ténylegesen mondjuk 20 méterre, hogy azon belülre megközelítsenek, mert a levegő turbulenciája a szúnyogriasztónak az illatát, azt egészen biztos, hogy kivitte a szarvasoknak a irányába is. A felvételen is lehet látni, hogy a videón is sötét a kép, és nyilván ez van a utókon is. Pillanatra hátrazón voltam, hogy lehessen látni a csapatot, de közben kép jobb oldalán is a erdőből folyamatosan újból új szarvasok váltanak ki. Hát nehéz lenne megmondani, hogy ez egy rudli vagy több rudli. Az látszik, hogy az állat itt például egész közelemben van, de a sötétség miatt már a gépemnek az automata fókusza nehezen boldogul, és az is jól látható, hogy a szarvas szimatol és megérzi a szúnyogriasztónak az illatát, és hát azonosítani nem tudta, hogy ember van ott, de mint gyanús illatos környéket elkerülte, és a társaival visszavonult az erdőbe. Hát szerencsére pánik nem volt, riasztás nem volt, így a csapatnak a távolabbi tagjai még kint maradtak ugyan, de hát a sötétség és a távolság és a köd miatt nem tudtam már tovább fotózni, ezért gyakorlatilag megvártam még az erdőben biztonságos távolságra bemennek, úgyhogy nem vesznek észre, és én magam is hazasban folyogtam. Ez a csapat, ez lehet, hogy egy külön rublit alkot, ezek nem éreztek semmit, riasztás nem volt, ezek továbbra is maradtak, de a csapat másik része az behúzódott az erdőbe. És egy ilyen távoli körképet próbáltam készíteni, hogy a csapatnak egy része már az erdőben van, olyan 30 és 50 között lehetett az a létszám, amit ezen az estén láttam, és amit sajnos nem igazán tudtam kihasználni. Akkor nézzük a képeket. Ugye hát továbbra is 17-én járunk. Hát a fotó az ezer sebből vérzik, hát valamennyire próbáltam kidolgozni, úgyhogy valami lehessen látni. 600 mm a távolság, tehát ez a közel jöttek, ez azért relatív, már volt csak közel. A rekeszérték 2.8, a záridő 40-es, ISO 800, ez van nálam beállítva maximumra,
bár nem vagyok vele elégedett, már túl sok az izi, és a mai napon át is állítottam 400-ra, hogy 400 legyen ezentúl a maximum, hát majd meglátom, hogy hogy válik be. Hát, mint tudjátok, a fotózásban egyetlen stabil, állandó dolog van a folyamatos változás, majd meglátjuk. És az expozíció, kompenzáció az -2 volt, és ez volt az első kép, amit készítettem július 17-én 20 óra 31 perckor. Tehát ez valószínűleg már napnyugta után volt, de nem is az a lényeg, hogy napnyugta előtt vagy után, hanem hogy sötét volt, hát ugye egyrészt az erdőtakarása miatt, másrészt pedig a felhős borús idő miatt, ugyanis tőlünk északra, tőlünk nyugatra, tőlünk délre, vihar van, zivatar van, egyebek. Következő kép, hát annyi változás van, hogy ugyanezek a beállítások, -3 expozíció kompenzáció mellett, tehát ez a maximum, amit a gépem tud, ha ennél többet akarok, akkor teljesen manuális módba kell állítanom a gépet. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy ilyet is ki akarok majd próbálni. Úgy értem, hogy itt a videóba. És így is már csak 1,25 másodperc volt a záridő. Tehát sötét volt, és bemozdulások, zizi, részletek hiánya. Ugye az izi az egyértelműen a 800 izónak, a részletek hiánya a fénynek a hiányának, mármint a megvilágításnak a hiánya, a léletlenség az meg a hosszú 1/25-ös záridőnek a egyenes következménye. Következő kép. Ez annyival szerencsésebb, hogy itt a sötétből ez a fehérebb szőr, ez jobban előtt a háttértől, meg ez részben igaz a test többi részére is, és relatív azt az érzést kelti, mintha több részletet látnánk, de ez gyakorlatilag optikai csalódás. Hát itt annyiban módosult a gépem, ugye, hogy a szemére célozva ezt a világos foltot észlelte, és oda van súlyozva nekem a fényerő automatának a beállítása. Erről egyszer már készítettem külön egy videót, hogy hogy van nekem a gépen beállítva. Egy szó, mint száz, itt 51 másodpercet állított be a gép. Ezért persze például a háttér is relatíve sötétebb. Hát egy másik, minden ugyanaz, csak a képkivágás, tehát más. Ez volt az a pillanat, amikor szimatolt, és akkor én gyorsan még tudtam volna lőni egy képet. A kép sötét volt, viszont a fehér egyensúly beállítása után a színkiegyenlítésbe a kéket elhúztam a pirosabb irányába, és egy kicsit túlpirosítottam a képet, és azáltal egy ilyen érdekesebb megvilágítást kaptunk, ami különösebben semmire nem hasonlít, de talán a felhőkről visszaverődő napfénynek a fényéhez van közelebb. Hát ezen a képen ez volt a 17. utolsó kép, hát ez egy ilyen utolsó pillanat, ahogyan visszanézett.
természetesen a kép a kukába kerül, ide a videóba, beszélni lehet róla, sőt, én megmondom őszintén, szívesebben rakok be kevésbé sikerült képet, mint jót, mert hát a jóról mit lehet mondani, azt, hogy tetszik. Nem sok értelme van, tehát itt is a relatív közelség, az továbbra is ugye 600 mm, f2.8, és 800-as ISO, mínusz 3-as expozíció kompenzáció mellett 1 per 25 másodperces záridő. Ugyanazokkal a hibákkal, amit az előbb felsoroltak. És akkor folytassuk a 19-ével. Itt csak mutatom a távolságot, hogy gyakorlatilag alapon semmi nem látszik. Most vagyunk 720 milliméteren. Kicsit változott a perspektíva, mert a székemet itthon felejtettem, és az erdő szélén egy tuskóra voltam kénytelen lecsücsülni. Valamivel jobbra mentem el itt a 20 méterre a szokásos helyemtől, és meg is lett a probléma. Az ottani helyről nem ismertem a szélnek a mozgását, és gyakorlatilag az állatok szagot fogtak, és ott hagytak. Közben mutatom a ködöt, ami igencsak jelen van. A köddel együtt persze jelen van a kékülés is. A szarvasok mellettem is jártak az erdőben, hallottam a szimatolásukat, a törésüket, de nem jöttek ki, egészen biztos, hogy érezték a szúnyogriasztót, és a távolba kicsit kijöttek, egy kicsit legelésztek, látszik, hogy nyughatatlanok, sokat nézegetnek az irányomba, ugyanis hát szagolják enyhén a riasztónak a szagát. Hát ugye ezt, mikor a köd nagyobb, akkor be tudom azonosítani a ködnek a mozgását, ha figyelem, hogy a szél milyen irányba mozog, és ha a ködöt így látom, hogy távolban az erdő szélén sűrűsödik felém meg ritkul, akkor tudom, hogy a szarvasok felé irányul, és viszi persze a szaganyagot is. Mert egyértelműen lehet látni, hogy az állat is kiszagolt, és sajnos szépen el is vonultak. Persze a zavarásról, megriasztásról most sincs, csak egy alapos gyanú után szépen visszavonulnak, és természetesen, ahogy eltűnnek, abban a pillanatban ugyanezt teszem én is, és legalább egy hétig most én oda nem fogok menni. És akkor ugye 19-ét folytatjuk tovább a fotókkal. Hát ugye ilyen távolságból egy-egy állatot fotózni nem érdemes, mert ebbe a csapatot, csak hát ugye arra se az igazi, mert mikor így összeállnak, akkor nem jó a háttér, és itt kilóg egy láb, ott kilóg egy fej, meg túlságosan sok értelme nincsen, de azért itt távolról elmegy, mert ennek már majdnem szinte tájkép jellege is van, de hát azért ez még nem tájkép, csak szarvasok tájjal. Akkor ugye egyértelmű, hogy 600 mm-en készült. A videók azok 720 mm-en készülnek, mert videó alatt a gépem kroppol, tehát még azt a kis csipet is kisebbre veszi, mint ami valójában a gépemben van. A
rekesz értéken 2,8, 1 per 50-es a záridő, ISO 640, és nulla az expozíció kompenzáció, tehát látható az, hogy 19-én 20 óra 35-kor, tehát 4 perccel később fotóztam, mint a 17-i képet, mégis sokkal világosabb, mert nincsen akkora felhő, viszont sokkal nagyobb a köd, ugyanis a különbség az, hogy akkor eső előtt, most meg eső után vagyunk, és ezért van az, hogy még napsütésben megjelent a köd is. Viszont relatíva világos van, tehát a beállítás az azt jelenti, hogyha most a közelemben jöttek volna az állatok, egész normális képet készíthettem volna róluk. És itt ugyanazt a képet látjuk még egyszer, csak kevésbé húztam vissza a kéket, de itt is vissza van húzva, ugyanis az előző részben eszembe jutott, hogy hát mondtam azt, hogy talán jó lenne beszélni arról, hogy tulajdonképpen mi is ez a kékség még jelenik meg a képünkön. Tehát a kékülést az tulajdonképpen két dolog okozza, a természetes fényeknél, napfénynél fotózunk. Az első és a legfontosabb, ez gyakorlatilag maga a légkör. A légkör úgy működik, mint egy színszűrő, ami sokkal erősebben szűri a vörös fényt, mint a kéket. És a nap minél lejjebb van, a jelenség annál erősebben jelentkezik. Mert ugye a kék fény az jön, a vörös meg nehezebben jön, mert ugye egyrészt a megvilágítás szöge, másrészt napnyugta, akkor napnyugta után már az árnyékok, kirajta az erdő takarása, a köd, egyebek. Viszont a kék az jön, és akkor a ködbe például ez azért szokott felerősödni, mert egyrészt a köd kitakarja azt a hátteret, azt a területet, aminek ugye ezáltal a színét is kitakarja, tehát alul a zöldet, hátul szintén a zöldet, meg a feketét, meg a egyéb színeket, viszont felülről, ugye a két erdőrész közötti területről a égboltról leverődő kék fény ezt a köröt megvilágítja, és a apró kis vízcseppekről ez visszaverődik, és eljut a gépünkbe. Mert ha a légkör nem lenne, akkor gyakorlatilag a légbolt az fekete lenne. Persze ez az is együtt járna, hogy napnyugta után teljes sötétség, és nem tudnánk fotózni sem. És gyakorlatilag csak a csillagokat látnánk. Hát a világűrből rengeteg felvétel van már, tulajdonképpen mindig azt látjuk, hogy minden fekete, kivéve ami meg van világítva. Most a kékülést ugye akkor is láthatjuk, amikor valami a látható fénynek az útjába kerül, például az erdő, a köd,
amiről az előbb beszéltem, de akkor más perspektívából közelítettem meg, tehát most nem a megvilágításról, hanem a ködnek a fényeltakaró képességéről beszélek. Felhők alatt, árnyékba, füstbe, porba, stb. Minden olyan esetben, amikor ezt a kék és vörös arányt megbontjuk azáltal, hogy a fehérfényt, a vöröst is tartalmazó fehérfényt kitakarjuk, és akkor a légboltról, mint egy óriási diffúzorról a kékfény verődik le, és egyre jobban veszi át a uralmat. A másik ilyen kékülés forrása pedig a vizek, ezek közül is a elsősorban a mélyvizek. Hát ugye a vizek egyrészt szintén a sötétedéskor beálló jégbolt kékülés hatására is kékülnek, illetve hát gyakorlatilag nem csak éjszaka, már van ez nappal is, csak ugye éjszaka erősödik meg, mert a vörös meg a kék arány akkor tolódik el fokozottan. Másrészt viszont a víz is fényszűrőként működik. Mégpedig úgy, hogy a vörös fény nyelődik el ott is legelőször, és a kék fény jut a legmélyebbre a vízbe, hát a köztük levő tónusok értelemszerűen szintén valahol a két véglet arányának megfelelően valahol középütt vannak. Na most, mivel a víz az átlátszó, áttetsző anyag, és a mély vízbe lejutó fény alul bekékíti a vizet, mert ezen az átlátszó vízrétegen keresztül ezt a kéket látjuk. És mivel a levegő is a kéket jobban mondjuk úgy vezeti, vagy átereszti, tehát kevésbé szűri, mint a vöröset, ezért ez onnan képes kisugárzódni. És szóródik a levegőbe. Most én a Plitvicei tavakon három kirándulást tettem, természetesen mindhárom esetben fényképező géppel, hát nem voltak ezek kifejezetten fotós túrák, csak túrák, de azért amit egy kirándulás alatt lehet fotózni, azt próbáltam fotózni, és ott nagyon gyakran jelenkezik ez a probléma, hogy például a víz fölött, a kék víz fölött be van hajulva a lombozat, és világos nappal is lehet látni, hogy a lombozat, meg hát sziklák, minden, ami a víz közelében van, bizony elkékül. Tehát kék fény verődik rá. Hát ha napfénynél fotózunk, akkor általában a kékülés és a fehér fénynek valamilyen egy velegével, nem tudom kimondani, egy velegével találkozunk, ami a sötétedés előharadtával általában eltolódik a kék irányába. Most védekezni, hát kismértékben a fehér egyensúly beállítással lehetséges, mert ugye ilyenkor annak illik utána állítani, hát nagyobb mértékben pedig utómunkával lehet, mint ahogy az előző fotón is látszott, ha bár itt sem húztam ki teljesen, de akár ki is húzhattam volna.
Hát ezt utóbbit főleg akkor tudjuk már, mint az utómunkát jól elvégezni, ha EPG helyett RAW fájlokat készítünk, ahol ugye RAW fájlok esetében például a fehér egyensúlyt korlátlan mértékbe állíthatjuk, illetve hát a feldolgozás alatt még akár színszűrőket is alkalmazhatunk, ahol például csak a kéket, vagy kijelöljük, tehát számtalan módszer van erre, gyakorlatilag el lehet tüntetni. Hát a ködöt azt meg általában a kontrasztnak a megtalálásával tudjuk elérni azt, hogy a fotókon kevésbé érvényesüljön. Hát ezen a fotón is, meg az előzőn is, ugye kontrasztot is kissé ráhúztam, és akkor ez olyan, mintha a köd csak az állatok mögött lenne, hát természetesen ez nem így van, így látszik, és talán ez nem baj. Akkor így készítettem egy-két képet. Hát még mindig nulla az expozíció kompenzáció. Persze ugye itt nem retuszeltem le, hát erre óriási távolságra itt részleteket fotózni itt se lehet, és F2.8 rekesz alkalmazásával a kontúr az éles maradt, tehát nem apró részleteket kell kihozni, tehát bőségesen megfelelő. Viszont az ISO az már 500, tehát elbírta volna, hogyha visszahúzom, csak hát ugye akkor meg sötétebb a kép, mert mint már többször is mondtam, hogy gyakorlatilag a fotózás az mindig a kompromisszumoknak a játékát jelenti a gyakorlatba, ugyanaz a kép kevésbé visszahúzva és más, kicsi más színekbe látható. Ezt ugye természetesen az idővel halad előre a sötétség, méghozzá rohamosan, tehát itt 1 perc már duplán számít, mint az előző perc, tehát ugye a napnyugta után sokkal gyorsabban növekszik a sötétség, minél több idő telt el a napnyugta után. Hát itt is a sajnos a nulla expozíció kompenzációnak köszönhetően ez a kép nem lett jó, és itt már a fény hiánya gyakorlatilag a kontúrokra is kihat, illetve egészen biztos, hogy a köd az jócskán megnőtt, és kitakarta a részleteket. Tehát, hogyha itt nincs köd, akkor ez a kép még egészen elfogadható minőségben látható lenne, persze a részletek akkor sem. Ez meg az utolsó felvétel. Itt is egy csapatot próbáltam fotózni, ugyanaz a probléma, mint az előző képpel. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szép fényeket, sziasztok!